két versenyző búcsúzott Sárközi Ákos csapatából a Konyhafőnök VIP a Séfek csatája című műsorban. A feladatok ezúttal is komoly megpróbáltatást jelentettek a Konyhafőnök VIP a Séfek csatája című műsorban, amelynek ezen a héten kezdődött meg a második elődöntője. Most Sárközi Ákos versenyzői küzdenek meg a középdöntő bejutásért, és az Eki Klub népszerű műsorának játékosai közül kettőnek távoznia is kellett. Az első feladat után annak kellett mennie, aki a leggyengébben teljesítette a malacos kihívást. Sárközi Ákos így el is búcsúzott egyik versenyzőjétől, Kocsis Dénestől. A második főzés után újabb versenyző mondott búcsút a versenynek, Ernyi Bélának kellett mennie, akit Sárközi Ákos azzal nyugtatott meg, hogy szívesen főzne még vele együtt.